Tehát maradjunk annál, ne fordítsuk el a dolgokat, mert akkor megint össze fogunk veszni a dolgokból. Isten őrjön, győzzön, ez a lényeg. Ez kéne, és az kéne, hogy ön is úgy táplálja má a közönségbe, hogy ez egy megváltozott társaság, akik mindent elkednek annak. Elhízik, hogy mondom, tehát látni kell. Hát igen, mert ön mindig egy ilyen kötözködő típusú ember. Kell, tehát nézem az eredmények. Nem az eredmények az utóbbi időben jobbak, tehát ennek megfelelően, ha ön is egy kicsit kedvesebben beszélne már most reggel, ugye a holnapi mérkőzés előtt, akkor talán egy pár ezer nézőt többen jönnek, mert hát a gyárfás úgyis megmondta előre, hogy mi történik. Kérek kávét, van üdítőt. Hát már reggel ezeket meg kezdem, hogy megérkeztem, ugye, hogy egy kávéval. De hát mondjuk ezt nem írom az udvariatlanság számlájára önöknél, hanem talán kicsit nagyobb figyelemmel kell majd lenni esetleg a mésző iránt is, bár nem nők egy nagy kávés. Na, félretéve a viccet, úgyhogy... Szép a melegítője. Igen, végre egy új melegítőt kaptunk, igen, az Adidastól, úgyhogy ez az első eset, hogy nem használt melegítő van rajta. Jól ül, ugye? Köszönöm szépen, én jól, és ön hogy ül, mert most valahogy nem repül el, úgyhogy most már nyugodtabb, nem kell félni a repülő úttól. Igen, tehát visszatérve a lényegre, hogy itt ne személyeskedjünk, mert nem a kedvesség, azt hiszem az eredmény dönt el mindent, és meggyőződésem, és nem kell, nem hiszem az én hitvallásomra kíváncsi, hogy mindenki azt akar, hogy győzzük le a svédeket, és akkor a magyar csapat még esélyes, hogy akár eljusson az Európa-bajnokságra. Mert ha nem sikerül, akkor azt tudjuk, hogy legközelebb már csak a VB-ben reménykedik. Persze, hát egyértelmű, hogy mind a két csapatnak csak a győzelem a jó, mert az adhatja meg, sőt a svédeknek a döntetlen is, mert háromszor ott fognak játszani, viszont annyit hagy mondjak el, hogy az utóbbi mérkőzéseket, hogyha veszem, nem nagy csapatok ellen, de a svájc vagy a lettek ellen, még veretlenek vagyunk ebbe az évbe. Tehát azért volna most mit megemlíteni az ő részéről is, hogy hát lehet, hogy valami történt önöknél. Tehát ez, én ilyen értelemben gondoltam, nem hogy ezt a fajta dolgot. Nem tudom, a szakember, hogy a lettek elleni győzelem, ennyit tudunk, hogy ne a lettek ellenéről, a svájciakról, hogy a saját hibánkval köszönhetően lett 2-0-ról 2-2. Ez mondjuk többet érdemel, mert a svájciak is lényegesen előttünk tartanak, sőt a törökök is lényegesen előttünk tartanak, és azokat is 2-0-ra vezettünk az első félidőbe, és ezeket kellett analizálnunk, hogy miért voltak ezek a hibák, hogy ez a két mérkőzés, amiből 6 pontunk lehetne. Most nagyon könnyen lehetne 6 pont, igaz? Mert a török mérkőzés, meg a svájci mérkőzés. Akkor most egy pillanat jobb lenne a magyar futball? Mert itt reálisan a mérjük a dolgot, akkor 6 pontnak kellene az elvés elejtezőkön, és ott lennénk a második helyen. Hát ezért is nekem jó kedvem, meg annyi más ember. Nekem sincs, megmondom őszintén, ilyen tekintetben. Még azt is elmondom, mert ilyen szubjektív ez a játék, ezért csodálatos, hogyha 2-0-ra vezettek volna a törökök és a svájciak ellen, mi egyenlítünk őket, akkor is más. Hogy 2-0 akkor... után látva, mert emlékszünk arra a helyzet, arra a fordulatra, hát megmagyarázhatatlan, hogy egy csapat kitűnően játszik majdnem a mérkőzés kétharmadában, és a két lejem gólán. De ez is megmagyarázható. Ráhullott egy szakember részéről nem mellébeszélés, de megmagyarázható. Hát ez valamit esetleg ő nem írt annyira, és nem biztos, tudja, hogy nem. Hát nem, hát hogy betekedhetnék én Mészői Kálmán, én csak az eredményt látom. Nem, a negatív észrevételekben viszont az feltétlenül ebbe a nagy. Na most maradjunk abban, hogy ha sikerül ez a mérkőzés, akkor együtt ünnepelünk, és akkor megígérem itt, bár nem hiszem, hogy ezért fog megtisztelni minket, hogy akkor amit akarsz, a kávéüdítő, és nagyon vigyázunk, hogy kellőképpen fogadjuk, és tényleg mindenki ezért szólít. Hát én annyit hagyják hozzá, hogy először is ma nagyon-nagyon szólítunk az olimpiai csapatért, mert Debrecenben játszanak, és a mai győzelmükkel azt hiszem 100%-ra azt lehetne mondani, hogy már csoportgyőztesek, és akkor lenne még egy feladat, és kijutnának az olimpiára. Dunai Antal, hogy mindenki dicséri, ünnepli, szóval senki nem így van, természetesen, meg jó is az eredmény. Így van. Úgyhogy reméljük, hogy az A csapat is ehhez föl tud nőni ez a feladathoz, és valóban csütörtökön egy jobb hangulatba ébred a város, meg az ország. Igen, hát akkor kellő elszántsággal talán sikerül elérni, ehhez kívánok valóban sok sikert. Köszönöm.